Na, srácok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem érikeltem fel, és azért vagyok már kint, mert még mindenki alszik, és bent még nem nagyon tudok beszélni. Ez a videó arra fog szólni, hogy ugye most van ez a karanténhelyzet, ugye a koronavírusos dolog, és ugye nyilván itthon kell lenni, vagy kéne lenni mindenkinek. Hát én itthon vagyok már, és stabil 2 hete. De nem vagyok beteg, és nálunk senki nem is beteg. És meg szeretném nektek mutatni, hogy én hogy töltöm el itthon egy napomat, mivel töltöm el, mivel szoktam foglalkozni ilyenkor, miket csinálok, stb. Ezt fogjátok látni ebbe a videóba. De mivel most keltem, ezért csináljuk meg a reggeli kávét, és sajnos én dohányzom, szóval szívjunk el egy cigit, és akkor utána jön a többi program. Nézzétek, gyerekek! Egyébként én közben én reggelizni nem nagyon szoktam, nagyon ritkán, mert én nem nagyon tudok enni így reggel, szóval nekem általában az ebéd az első étkezésem. És tudom, hogy az egészségtelen, hogy közben cigizek, meg kávézok így reggel, így éjgyomorra, de ez már ilyen megszokott. Na és ezt el is szívtam, helyette, ne dohányozzatok egyébként, nagyon rossz szokás. Beülünk a gép elé, meg a PS elé, megnézzük, hogy mi van fent a YouTube-on, és utána Istvánnal fogok szerintem egy kicsit játszani, mondjuk egy ilyen 1-1.5 órát, és utána szerintem felsétálok a boltba. Na, gyerekek, el is indultunk a boltba, és az Istivel játszottunk egy kicsit, ilyen 1.5 órát. Aztán most úgy gondoltam, hogy felmegyek a boltba, mert amúgy is cigit kell vennem, meg hát egy ilyen egy-két ilyen üdítőre gondoltam, meg ilyen chipsre, meg valami kis csokira, mert kicsit éhes vagyok, aztán még nincs itt az ebédidő, mert ugye ilyen késő reggelizem, mint mondtam. Ezzel a koronavírusos dologgal kapcsolatban most elvileg én azokat olvastam, hogy hétfőtől lesz ez a tényleges házi karantén, amikor ugye nem lehet sehova menni. Erről igazából nekem az a véleményem, hogy jogos döntés lenne, szóval szerintem ezt minél hamarabb meg kell lépni, mert most, hogyha az olaszországi helyzeteket nézzük, az mondjuk elég durva, szóval nem nagyon kéne, hogy odáig elfolyjon a dolog, meg aki így kijárkál, azoknak is így meg kéne szabni, hogy ugye ne menjenek sehova, mert ez tényleg nem normális. Mert ha marad ez a szituáció, akkor benne van az egészben tényleg, hogy az lesz, mint az országban is van, meg volt is. Szóval, hogy én beszéltem az egyik ismerősömmel, aztán neki van egy ismerőse, aki Olaszországban lakik, és mondta, hogy hát beleőrülnek abba, hogy nyilván otthon kell lenni, de attól függetlenül viszont jó döntés, szóval, hogy nem nagyon kéne így kimászkálni a senkinek, főleg az időseknek nem kéne kimászkálni, amiről egyébként ma reggel pont láttam egy videót, hogy egy srác kiment és megkérdezte az öregeket, hogy mit csinálnak az utcán, hát érdekes válaszokat kapott egyébként. De mondjuk én is egyébként ilyen szempontból ezt nehezen viselem, mert én is egy olyan ember vagyok, aki így mászkál, meg járkál, igazából így mindenfele találkozom ismerőseimmel, stb. És most ez a
így videózok, az így úgy stabil valamilyen szinten, mert nyilván elfoglalom magam, próbálom elfoglalni magam, meg ez a kosarazás is, mondjuk most kicsit lehűlt az idő egyébként, holnaptól már ilyen 6 fok lesz, meg ilyen 3, meg 4, de azt mondanak, hál' Istennek megint vissza fog melegedni, de tényleg az, hogy csak úgy tudok beszélni az ismerőseimmel, és úgy tudok találkozni az ismerőseimmel, hogy FaceTime-olunk, az mondjuk egy kicsit erős, és valamilyen szinten én is kezdek beleörülni ebbe az egészbe, de remélem, hogy minél hamarabb vége lesz, és akkor visszaáll minden a normális kerékvágásba, de akkor sitáljunk is fel. Meg is vannak a dolgok, vettem ugye egy dobott cigit, meg vettem ilyen chipset, meg kólát, és igazából így ennyi, szóval, hogy van ott van elég kaja, csak ez ilyen, hát a játékhoz ilyen snack kecske, meg ilyenek, de pont erről beszéltem, mert most is itt úgy van, hogy van egy dohánybolt, és vele szemben van ez a élelmiszerbolt, és igazából most is ide bejöttem, és mellette van egy kocsma, és így ilyen 60-70 évesek ott ülnek a kocsmában, le se szarnak itt semmit konkrétan, bemegyek a boltba, ott is csak az idős emberek, szóval az még nekem számomra hihetetlen, hogy tényleg nem lehet otthon maradni, úgyhogy 70 éves vagy, legalább két hetet, szóval, hogy tényleg nem értem. Mert pont amikor az van, amikor nem kéne menni sehova, akkor mindenkinek kurvára lesz egyből kedve, de amúgy, amikor meg kéne menni, akkor meg soha nincs senkinek, szóval, hogy nem tudom ezt felfogni. Ez már az a baj, hogy ez már nem saját felelősségre mész akárhova, mert nem. És ez most ne úgy vegyétek, hogy én most itt pánikolok, meg ilyenek, mert így nem, de azért nem olyan szituáció van, amit így félvára lehet venni, szerintem, legalábbis nekem ez az így a személyes véleményem. Aztán most igazából hazamegyünk, szerintem elkezdek valami filmet, vagy kijövünk kosarazni, amíg még jó idő van, mert az előbb, amikor sétáltam még odafel, akkor elkezdett esni kicsit az eső. Aztán lehet, hogy most kijövünk kosarazni, és akkor addig, amíg jó idő van, addig csinálunk valamit, hogy ne unjuk szarrá magunkat bent a házban. A legfontosabb dolog a boltba menés után. Na gyerekek, a napi rutinhoz még hozzátartozik, hogy áll a hajam? A napi rutinhoz még hozzátartozik az, hogy a szemetet az beledobjuk a kukába, és igazából ennyi. Most 3 óra van, elég hűvös, a tegnaphoz képest elég hűvös, a tegnapi videóhoz képest egyébként, mert talán még ugye pólóban voltunk, meg ilyenek. Most a bányt kicsit kosarazni fogunk, szerintem egy olyan, nem tudom, fél órát, 3 óra van délután, meg is érkezett. Utána meg szerintem elvisszük az unokatesóim kutyáját sétálni, mert az is még a napi rutinhoz szokott tartozni, így, hogy itthon vagyunk. És igazából ennyi. Utána meg chill. Eddig, miután visszajöttem a boltból, megmostam a kezemet, utána beszéltem az egyik haverommal, a Dáviddal, ebédeltem, és chilleltünk, igazából játszottunk, most kijöttünk egy kicsit kosarazni. Srácok, most vagyunk kutyásített, most mindenkit veszettül porciózik, vagyis hát anyám itt veszettül porciózik. Igazából a legfontosabb dolog a napi rutinban, azaz a mai napban a WC-re való elmenetel, szóval oda el is megyek. Na és meg is volt a legfontosabb dolog a napban, menjünk kutyát sétáltatni.
Na gyerek, a kutyasítatás megvolt, a halakat is megetettük, igazából itt egy egész állatkert alakult ki itt a kertbe. Most igazából hazamegyek, mert konkrétan ez négy házra van tőlünk, az unokatesem, hogy négy házra laknak tőlünk, és ma már nem nagyon fogunk semmit csinálni, mert így nincs mit, amúgy is elég hideg van, szóval így kosarazise nagyon van kedvünk írni, csak erre a fél órácskára, amit így kim voltunk. Aztán alapvetően ennyit fogunk ma csinálni, szerintem játszunk, megnézek egy filmet, ami még nem tudom, hogy mi lesz. De egyébként a következő videó, az 3000 feliratkozónál azt terveztem, hogy lesz az 1v1 a Bálint ellen, és valami büntetés, szóval írjátok le, hogy milyen büntetést szabnátok ki a vesztesnek alapjáraton, és iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót, az Instagramom lent lesz a leírásba, kövessetek be, az minden új infót megtudtatok mindig az új videókról, és rólam is alapvetően. De köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel és lájkoljatok és kommenteljetek, hogy mi legyen a 3000 feliratkozós büntetés a vesztesnek. Köszönöm szépen, hogy iratkozzatok, én Tomi voltam, sziasztok gyerekek!